Sziasztok! Köszöntök mindenkit újra! Ugye január elején mutattam nektek egy gaz modellt, ami a gaz A volt 30-as évekből, 30-as évek elejéről. Most ismét egy gazt hoztam nektek. Ugye meghalljátok sokan szerintem azt a szót, hogy gaz csajka. Szerintem egyből rögtön a 13-as jut az eszébe. De én most nem ezzel foglalkozok, hanem az utódjával, a GAZ 14-es csajkával. Én a 13-as még nem mutattam be itt a csatornán, de hát több videós már megtette ezt. Majd lehet, hogy majd én is be fogom majd mutatni külön. De viszont erről a 14-es csajkáról még nem láttam, hogy bárki is, legalábbis itt magyar videósok közül bárki is foglalkozott volna vele, vagy bárki is töltött fel volna fel róla videót. Úgyhogy úgy látszik, hogy engem ér a megtiszteltetés, hogy ezt megtegyem, és bemutassam nektek, és megismertesselek vele titeket ezzel a típussal is. Ugye ez nem annyira népszerű, mint a 13-as, vagy hát lehet, hogy nem is annyira ismert, mert mivel a ritkább is volt, és például ezt magyar utakon nem futott, legalábbis azokban az időben, mert hogy Magyarországra nem küldtek belőle. Na de akkor szokásosan röviden megpróbálom összefoglalni nektek, hogy mit is lehet tudni róla, aztán a végén bemutatom a modellt. A GAZ 14 csajkát egy szovjet luxus limuzin, melyet a Gorkiji autógyárba kézzel gyártottak 1977 és 1988 között. Csak a belpiacra készült, államhatalmi szervek számára, magánszemély újonnan nem jutatott hozzá, vállalatok leselejtezés után vehettek, használtam belőle, és az 1959-től készült 13-as váltotta, amely az 50-es évek amerikai autók stílusában készült. A Packard 400 karibin koppintása volt. Ez a formaterv a 60-as, 70-es évekre már teljesen elavult, ezért már 1967-ben elkezdték fejleszteni az új típust, és számos prototípus és próbagyártást követően 1977-ben indult el a GAZ 14 csajka sorozatgyártása, de 1981-ig még párhuzamosan a 13-ast is gyártották. Ez a 14-es csajka már saját tervezés, ugye a 70-es évekre jellemző kocka stílusú karosszériát kapott, bár egyesek, ugye annak ellenére, hogy saját tervezés, egyesek azért felfedezni vélnek benne hasonlóságot például a Mercedes 600-as V100-zal, vagy éppen a hátsó lámpái is a V123-os Mercire emlékeztetnek a bordázottságuk miatt, de bordázott hátsó lámpákat kapott ez a csajka is. Az első példányok, vagyis hát pontosabban az első, a legelső példány megypiros volt, és Leonid Brezhnev pártfőtitkár születésnapjára adták oda ajándékként. 1985-ben kapott néhány módosítást, és ezáltal új típus nevet is, amely a GAZ 1402 lett. Volt azonban néhány speciális változata is, például GAZ 1405-ös kábrió, amelyet főként felvonulásokhoz használtak, vagy a GAZ 14 alapjaira a GAZ-RÁF 3920-as mentőautó is, és készült modernizált változatban is a GAZ 1407 néven, amely változás főleg a belteret érintette, és néhány berendezés, például a fékrendszert cserélték ki. Hát minden változatával együtt összesen 1120 darab készült el belőle,
És hát így a végére, így akkor néhány műszaki adatot még megemlítenék. Valamivel több mint 6 méter hosszúságú, bő 1,5 méter magas volt, és kicsivel több mint 2 méter széles volt a jármű. 2605 kiló volt az önsúlya, amely annak volt köszönhető, hogy ugye alulról ugye az alváz volt páncélozott, illetve alulról az oldala, alulról fölfele 15 centi magasságban is páncélozott volt. Ugye ennek az volt a lényege, hogy bomba biztos volt, tehát ha valaki kézigránátot dobott rá vagy alá, vagy mit tudom én, valami bombát rakott alá, akkor megvédte a benne ülőket. A motorja egy 5529 köbcentis V8-as benzinmotor, 220 lóerős, 450 nyújtóméter, háromsebességes automata váltóval szerelték, amelyet készen vásároltak az amerikaiaktól, tehát nem saját fejlesztés. Nulláról 100 km per órára a mérete és a tekintélyes súlya ellenére 15 másodperc alatt sikerült. 175 km per óra volt a végsebesség, az üzemanyag tartály 100 literes volt, és a fogyasztása úgy alakult, hogy városban 29 liter, országúton 17-19 liter körül már beérte, és a kombinált átlagfogyasztása olyan 22 liter körül alakult. Hát egy nagyjából ennyit a történetéről, és akkor nézzük is magát a modellt. Hát szokásosan kezdjük előről. Szerintem az eleje kifejezetten szépre, kifejezetten részletgazdagra sikerült. Ugye láthatjuk a lámpákat, és ezt a tömör, ugye valóságban is egy tömör krómozott anyagból készült az eleje. Ugye láthattuk itt aldul ezt a sárga ködlámpákat, ez a valóságban is így volt. Illetve itt láthatjuk valamennyire, itt középen a ugye, piros gazemblémát, illetve itt oldalt is láthatjuk, hát itt a videóban nem fogjátok látni, még nem is fókuszál rá rendesen, ugye egy ciril betűkkel a csajka feliratot, úgyhogy ez elég szerintem kifejezetten szép. Érdekesség, hogy az ablaktörlő az rejtfel volt, úgyhogy itt nem az a szokásos különálló kis ablaktörő lapátokat kapta, hanem egybe van öntve a szélvédővel, mondjuk kifestve nincsen, ez kicsit sajnálom, hogy nem festették ki, de ez rejtve volt, ugye be volt rejtve a motoráztető alá, és érdekessége, hogy a motortérből kapta a szélvédő a fűtést is, ugye azért rejtették el az ablaktörlőket, hogy a szélzajt csökkentsék vele. Szerintem oldalról is nagyon szép, igazából minden részete ki van dolgozva, például itt az oldalindexok, a kilincsek, a kulcsuk is, az ablakkeretek is meg vannak festve, a kédergumik is. Nagyjából szépen meg van formázva a tükör is. Ami rontja az összképet, ami nekem annyira nem tetszik, ezek a kerekek, egybe egy ilyen egy krómozott műanyag elem, nem igazán van kidolgozva, ezt egy kicsit sajnálom, egy kicsit többet foglalkozhattak volna vele. Itt a beltér, megpróbálom megmutatni, talán itt most könnyebben megy, nagyon szépen ki van dolgozva a beltér, és itt láthatjuk az üléseket. Ez hivatalosan 7 személyes volt, ugye középen láthatjuk a két pótülést, ami le van hajtva, valóságban ezeket be lehetett hajtani ide a két üléstámla mögé, első támlák mögé, és hogyha szükség volt rá, például hogyha testőrök utaztak, vagy mit tudom én, a fölvonulás és autónak használták, akkor testőrök ide helyet tudtak foglalni, ha nem volt rá szükség, akkor fölhajtották, és nagyobb volt a lábtér. Hát valóságban szerintem
Inkább 6 ember utazhatott benne kényelmesen, hát a hátsó üléseken inkább 2 személyes volt, mint 3. De láthatjuk, a kormány is minden nagyon szépen ki van alakítva. Rátérünk a hátuljárit is, meg van festve az ablakkeret. Láthatjuk, hogy a hátsó lámpa az a szokásos piros műanyag, ez nincs kidolgozva külön. Itt láthatjuk oldalt ugye a Cyril betűkkel a csajka emblémát. Itt a zár, az ott láthatjuk megfestve. Érdekessége még, hogy ugye üzemanyag betöltő nyílás nem látunk rajta, mert az is rejtve volt a hátsó rendszám mögé. És hát így néz ki a hátulja. Szerintem a hátulja is egészen rendben van. Itt a másik oldala. Hát itt is minden megvan rajta. Érdekesség, ugye itt a jobb oldali tükröt ide helyezték a motorháztető közepére. És állítólag kifejezetten jól lehetett benne látni ettől függetlenül. Itt láthatjuk az automata váltó karját. Hát egy kimondottan szép modellről van szó. Ugye a színe is teljesen eltalált, ugye leggyakrabban fekete szín kapott. Volt azonban néhány fehér változat is. Itt a tetején láthatok egy jó nagy karcot. Ez nem tudom, hogy ez hogy került ide. Fogalmam sincs. Hát ugye itt az alja. Sok minden nincs rajta kidolgozva. Dupla kipufogó van kivezetve, ugye két oldalt, itt láthatjuk a 100 literes üzemanyag tartályt, gardánt, láthatjuk kidolgozva és nagyjából ennyi, itt láthatjuk gaztüzen 4 csajka. Szerintem ebben a sorozatban, ugye a retroautók a keleti blokkban jelent meg, és ebben a sorozatban szerintem a legszebben kidolgozott modellek közé tartozik. Nekem kimondottan tetszik, szerintem olyan egedferű hibákat nem tudok elmondani, kereket leszámítva, meg maximum, hogy az ablaktörőlapát nincs külön megfestve. Egyébként egy kifejezetten szépen kidolgozott modellről beszélünk, érdemes beszerezni. Aki szereti az orosz modelleket, az orosz típusokat. Na hát akkor véget is vetek ennek a videónak. Remélem, hogy tetszett ez a bemutató, ha igen, akkor lájkoljátok. És akkor köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, köszönöm, hogyha megnéztétek a videót. És akkor találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!